Na és akkor nézzük meg, hogy mi van itt még. Na azért figyeld meg, öcsém, mit vannak itt, öcsém. Készülj, Pavel! Lassan beérjük a repülőtérre! Mondja szépen. Na most egyébként arról van szó, hogy azért ilyet, öcsém, egy játékban még nem láthatottak, öcsém, a feltörek folytán. Azért ez egész egyébként, öcsém, hogy mi egy ilyen járműben vagyunk, amelyet ez a bizonyos Gilko, nem tudom, hogy ez azt mondom, ő irányítéként ez, és én miközben magamévá tettem ezt a gépet, és közben... Miközben ugye ez itt megtörtént, hogy alapvetően meg fogom itt a különböző kutatásokkal megpucolni a náciknak a területét. De most ugye a náciktól persze. Félek egyszer összehozott az, ami a boldogenyó, ott az egy ömlék, az egy orrás, száják egyszer az olaj. Gyúg egy félkocsik az, ami felrobbant. Félek egyszer a ládákat bazd meg, egyébként legyöblom egyszer a különböző üzéket, hordókat, lukasztok, a ládákat széttöröm, akkor itt felrobbantom. Jó munka megosztás. Figyelj az, hogy csak meg az utcajából magának. Azért hogy ez milyen durvább az, hogy ilyen támaszpont, hogy csak így berohanunk egy kocsival, és nem tudunk attól, hogy valaki esetleg taposóaknál rejtett az úttól, és akkor azáltal rámérve, rámenve arra felrobbanva, ott halunk meg az út közepén. Erre senki nem tudott bazdani, vagy csak én vagyok, egyedül ilyen konzervatív. He, gyugodj! Na, csak meg van. Erre még 66%-os vagyok jelen pillanatban, és figyelj, most csak betöltök egy ilyen útra, ahol megint különböző nácik vannak, és különböző ilyen náci jellegű épületek is érti meg. Fiúk, ez geca! He, öcsém szólt! Álljás le majd öcsém, mondom, meg kész a kocsiból, szfeltek most segedbe a faszt! Á, ti ott a stukkóból geca, ott üljek a csávó! Azért mondom, hogy ezért mondom, hogy a játék elején, hogy meg kell a stukkókat tisztítani, geci, az ilyen faszkalapoktól, ilyen szimbionta épektől. Szerva szerint megérkeztünk, mondjam, hogy csávó. Túlszak, a csomó nem tudjuk most már, csomó sem nem érdekes a csomó. He! Megy már picsit, köcsöt válaszoljunk sok. He! Nem már! Vanyán te! Ti geci! Azért figyelj meg egyszer milyen durva bazd meg! 1942. november 7-én geci, itt a ködbe geci, ott figyelünk bazd meg a menéssel, nem feltűnünk geci. Jeep pont 30-as helyet figyeltünk geci erre fel, megérkezett a támasz, mondom, hogy jön valami videóváltás. De nem, semmi miatt. Na figyeld, készülj, mindjárt ott vagyunk, mondja Csávó, hogy mit tudod azért. Aztán lőd ki a stukkákat, te figyeld a vészekre, mert ők leszokják magukat, hogyha nem ér el ott. Aztán és ne hagyd, hogy akár egyetlen stukka is megrúgjon. Na figyelj, ezt is, stukkának annyi lehet van, hogy a botnak. Nem tudod, hogy ezt nem tudod, hogy a stukkákat megeszik. Kilő! He, a kurva anyát, nem figyelj ott. Gyógyelca. He, állj már lefett a pöcs! Azért nézem, mik vannak itt, geci, ki van az, hogy ekkora óriás a kokkal, mert a rossz vagy geci, de van parkettázva a köd, hogy ne valaki belesüljön a sárba, hogy elkezdesen az eső. Figyelj, geci, te robbanol geci mindent, ezt nézd, figyelj, ott van geci, kocsit, itt robbanol a kocsit, azért, hogy pusztom el a népi csapat is. Hadd nagy, jönnek az őrök, a kurva rajtukat, hol megyik, hogy leszopasztam geci. De én már akkor csak, figyelj, végezni csomagban a tetején, menj már innen a geci, a fasz. Jó, csáosz. Az eddig a geci, mi a geci van, mert a 40-szakosan most elég meg ott sapálva. Jó kis lábnát csaptunk, mondja a szépen. Na figyeld meg ezt, hogy milyen durva az meg. A csógat szeresen szalamozik a sok hullák között, geci. Az egy nagy menőkével, figyelj, ott is van geci izé. Egy szépebben, figyelj, ott is geci, ott van a geci, az egy úton. Ott is geci van valami ágyú, nem durva geci, tudod, hogy ha bejön az ágyúba, az ott tud változni. Figyelj geci, repülő bazd meg, ott is, az pont olyan geci, mint amikor az izé. Mint amikor Németország felúgta a szovjet és Németország nemtámadási szerződés, azt bement az így szétütegeci az orosz haderőnek a nagy részét gyakorlatilag a földön. Mint úgy, hogy ma mit most csinálom mi. Ilyenből csak az a különbség, hogy az Oroszországban az emberik, nem pedig Afrikában. Kurva anyát! Megment, pöcs! He, milyen megkorog valaki, nézd már, nézd csak a csomag. Pöcs, tikk a csomag, átom megy. Kurva anyát, az... Figyelj, geci! Megérni valamelyik fasz, kurva anyád, állva lefelve picsát, pucit ugom, geci, hogy szétvész, az biztos bazd meg. Lám, most tudtak a geci, most tudtak, már elhagytam, hello, nem állítok el. Ó, bazd meg, mesélj után. Ki fog nyíli, bazd meg, nézem. Kurva anyád, te. Kurva faszom a szálló szálló, mert a kocsak. Hogy állt, hogy ott is önmag valaki, mert egy faszfej. Oké. Kurva, ides anyád, basszol meg ennél kocsak. Ez a pöcs nem van meg, geci, nem fog viselkedni ezen a fasszal. He, hogy én nem fog jönni valahol? Itt van a mutó kocs, nem?
Hát köcsön papot! Nem értem, vigyázzuk egy egyszerűen, mert nagyon sokan mennek be azok a fasztélyek. Kocsival meg... Ah, figyelj! Túl szar voltam, geci! Köcsállod! Várjál már, trukkófej! De mit, de figyelj, ezek a mit, ez most trukkó kell? Hát ez nem a strukkók azok, nem a izik? Nem a különböző ilyen beton strukkók? Nem tudom, hogy mivel beszéljünk ki, de sőt, hogy nem tudom, hogy nem strukkók, bassz, hogy soha el van. Csak tudja, hogy ez a strukkó? Csak az, hogy a strukkó mi az. Figyelj! Túlszar, geci! Ott van az is túlszar, figyelj! Köcsök! Vigyázz, mert most jobbra, mint a múltkor voltam. Most egy 41 egyszer, mert múltkor pedig izé voltam. Múltkor pedig már 6 vagy mennyi voltam. Figyelj, egy robbanás, kettő, ott egy repülőgép, egy szint húzom, geci. Hú, balott valaki rakétázik. Ott a másik repülő, figyelj. Csáó, csáó, az idő, akkor most megy a csáóba, hogy nézem, mert nem tudok. Vigyázni kell, az igazság, hogy a csomagokat addig fogják ki törözni itt, amíg szépen az ötpest összes üzét, összes ilyen repülőt. Jövő meg megtudjuk. Te! Anyád bőjt a fasz. Ezért figyelj egy szükségi parlamák így kérdezni, nem tudom bazdani, mert ekkora hatalmas lapokkal van leparkettázva a dolgot, akkor a repülőgeci ott állnak még nagy geci szédus, ugye látiknak, ahogy is hívják el, a legfőbb légvédelmi részeiket geci, akkor boldogok lesznek, a csávok el vannak, hogy a bepőt, ott is van vizé, különböző ilyen tudcok. Mi félsz? Fücsáll! Csavál van bazdani, a geci! Szarod? Akkor figyelj meg az meg, mi vannak még itt, valami olyan motor kívül, nem tudom, itt tenni kell egy kényszer, de egyébként nagyon gondolkozom, mert minden szintültem már. Kívülve még ezt? Szép volt! Ám komplica, hanbe komplitte! Na figyelj, Döcsi, most tett vegyük közel a szép feje. És ezek után pedig lenn a Csáó mindjárt abba adja ezt a körprikázást. Mi a gecsi valamit kell, mindig az apasz? Jó, ki az, aki gecsi valamit kell, mindig az apasz? Begerjött, ha a kezdő a kezébe, bazd meg. Fedni most segedben azok, mennyi, mennyi morra, bazd meg. Köcsök. De figyelj, mik vannak még itt, hogy ládák, meg gépányok, meg milyenek befigyelnek egy ilyen izébe? Gyerek, majd nem szébe? Mi van még itt? Miért még mindig körbe elő? Szintem a mindent. Ja, nem volna már erre van. Figyelj, figyelj, kicsit mit kurvák adni, figyelj! Azt mondja, lezárás! Köszönjük, hogy velünk voltak! A bunkeren keresztül eljutsz a világodoronyba. Ott találkozunk. Hadnagy, mondja nekem valamilyen fej. Szóval nem volt ott feltörő ez a kis magánakció, amivel a valamilyen fej egy egész német hadseregnek a légierejét megsemmisítettük azok a földön, mint ahogy mondtam, voltunk Oroszországban is. Akkor nézzük meg, hogy jelen pillanatban most hol vagyunk. Nézzük meg, hogy miket kaptunk a drága barátunk, ugye bejöttünk ugye ebbe a jellegű ilyen strukkóba, és akkor most nézzük meg, hogy mi van itt. Van nálam egy ilyen Colt 45-ös fegyver, amelyben van a tárban 7 lőszer és 200 liter még külön magában. Ezen kívül van még egy M1 Garand nevű, tudjuk, hogy ez egy ilyen precíziós olyan fegyver, amelyet nem lehet újra tölteni, csak akkor, hogyha kirúgja fel a tár. Ebből van 4 a tárban jelen pillanatban, és 112 van külön magával. Akkor a harmadik gomb alatt található egy MP40-es, amiből most nincsen lőzenünk. És van az ötös gomb alatt egy Stein Hallgranate, amelyből van 6 darab. Akkor most vegyük elő az M1 Garandot, és azzal menjünk befele, nézzük meg, hogy mit rejt számunkra ez a fajta bunker. Figyelj, jobbra-balra. Azért figyeljük, vannak egy kis kazánháza, figyelj ott még az üzői kedvesek ízzanak, hogy se meggeci. He! A kurvaját, pohállott itt a bocska. Most anyát egy kis. Félj, szóval! Azért figyelj már, geci, milyen durva, bazdnak, itt jönnek le, geci, gyanútlanul, bazdnak a népjön, aztán, hogy csomag ott figyelj, hogy jósan, az picsálva szétladi. Hát a kurva anyát megbosszom anyja hátán, geci. Szőrű fog a lovag, geci. Figyeld! Anyád! Figyeld! Töcs! Menj már innen, te köcsög! Azért figyelj, geci, mit kell, geci, nem is egyébként fel feltűnő, hogy itt szét kell, geci, zúzni mindent, hogy figyelj meg! Destroy our communications, applicument, geci! Figyelj! Dear door! Várjál már, most kifelt! Azért figyelj, geci, mi a geci, ez nézd már, de milyen kábel! Figyelj, milyen mérő műszer, geci, ez olyan, mint a Neumann János erejében, geci, az első számot, egy nagy szobányi, szekrényi. Ott van egy tukörös íróasztal, meg figyelj, geci, adminisztrációs dolgozik, ott dolgozzák fel a dolgokat, azt akkor leírják, geci, ilyen hivatalos jegyzőkönyvbe, az ézéket. De figyelj, most kimegyek ebben a kurvel. He! Figyelj, az bozzák, fordulj, hogy csepp! Sarkány, geci, a fasz elhagytott egy pöcsök föcs. Azért figyelj, geci, mit vannak még itt, geci, figyeld! Az a néha figyelj, elrettentő. A náci, geci, elmennek be az egész éve.
Albániába, befigyelgetsz, látszik, hogy az albániai dolcs különböző ilyen amú feeling, ami Albániába kell szállítani, hiszen lehet látni rajta ezen a kis, hogy is hívják, hogy itt bizony megfigyelhető egy kubaszott kurva pecér pálva. Akkor nézzük, mi van még. Akkor azt figyelgetsz, mit van a kidocsim, ez egy komplet. Ez nekem nem akármilyen bunker, öcsém, ez egy összkomfortos bunker, de figyelme, milyen durva geci. Ott van geci különböző szennyvízelvezető csövek, különböző fűtőcsövek, különböző mindenfajta ilyen generátoroknak a áramlást biztosító almatod a fluxus. Feeling, befigyel. Figyel! Csúrá van. Akkor figyelj, geci, mi van még itt, öcsém? Azért az kemény. Nézd, tudom, mi ez, geci? Ez olyan, mint egy izé. Ez olyan, mint egy porszívó, de nem is akármilyen, ez ilyen, izé. Mi, hogy hívják ezt? Ilyen, tudod, ez az a takarítógép, geci, túl szar. Jó, figyelj, mi van, hogy mi a geci, ez geci? Ez olyan, mint egy izé, tudom, hogy néz ki? Olyan, mint egy ilyen izé, mint egy aszinkron generátor, bazna. Itt van geci az álló részben, meg a forgó fluxus, ott befigyel. Forgó rész. Akkor nézzük meg, szerintem, hogy figyelj, geci, van egy lift, az túl szar, most nézzük meg, hogy mit tudunk még elefet csinálni. Figyelj! A kurva anyád! Figyelj csak! Baaaaaa! Csak egyszer legkedődtem, mit láttad, bazdmeg, csak egyszer lehet, és elhagyta a kalapját, bazdmeg. Csak mi mindig halasztott, csak ilyen túllőgővész. Akkor figyelj, mi van még itt, van valamilyen MG-ből a szedtem fel 96 lőszert, akkor figyelj egyszer, mit vannak még itt. Hop! Köcsök! Fényt baszol a pofár, kurva anyád. Ezt így figyelj egyszer, mit vannak még itt, bazdmeg. Ezt nézd! Ez itt jelen pillanatban a náci kabina. Itt befigyel egy ilyen elég primitív asztal, meg egy ilyen másik primitív faszék. Ez olyan szék, mint a nem is tudom, volt egyszer a izébe. Volt a aktelke, tudod a belsőre lehet kihetszerni a belsőt. Akkor még van egy-két ilyen ugyanilyen anyagból készült ilyen puff, de figyelj egyszer, milyen durva az meg. A puff, meg a szék között egy nagyon különbség, a szétnek egyszer van ilyen karja, mert nincsen, de pont az a fából készült, mert pont anyagú. Akkor figyelj, vannak ilyen különböző ilyen emeletes ágyak, egyszer, ez nem is akármilyen, ez ilyen tripla emeletes ágy, de ez nem csak egy, hanem három ember fér egymásra, de ilyen praktikus. Akkor figyelj, geci, arra nézd, bazen, milyen durva, he, gránát, izé, figyelj, gránáttartó fal. Mi a geci? Én meg feszülök egy ilyen pisztolytartó, vagy pusatartó fasára. Hát mind nincsen még abban a faszomból össze, a kurva anyja megbassza. Figyelj, akkor figyelj, ahogy tényleg ki hasonlóik. Itt is figyelj, befigyel, izé, fél puska, geci, befigyel meg ott is, ahogy látok, ott van haint van. Akkor mi van még, geci, itt? Figyel. Jó, geci. Figyel már, bazd meg, Hát ez nagyon durva, ez a csomag, ez így fosik. Kurva anyát, azt egy köcsög. Ez az, hogy dupuk ember. Figyel! Figyel, csomag, ez csomag el van. Csomag beesett a budiba, az a fejestől. Csáó, szó szerint, geci, fejest ugrott a budiba. Akkor nézd, mi van még ebben a kocsóban? Ez érdekes, hogy nem, hogy azért már ilyen régi időben is azért volt a angol vészék. Nem feltűnő. Akkor nézzük meg, akkor mi van még. Azért figyelj egyszer, hogy milyen vágyóban az a miért? Ez most vagy olyan kézmosó, akitől mindenki tud, egyszerűen hat ember most, pedig ez olyan univerzális, hogy is hívják, tehát ilyen kutyáda, hogy mindenki tud bele, hogy az egy helyre folyik bele, hogy. Akkor figyelj egyszer, mi van még itt, az meg, itt van egy másik ilyen ajtó. Figyeld, lőszer, tolizit, Thompsonból. Akkor mi van? Feltöltő. Ládák. Jó, geci, figyelj, mi van itt, most ezt kapjátok ki, öcsém. Figyeld, némi fegyver lősz a izéhez. Akkor figyeld, távcső. Már fent, meg is geci jelentett, ott fent a vasalokban most lámpa van. Meg ilyen pittogramként a pirogulást. Szépen, akkor figyeld, a sorra fent. Figyeld, geci, mi van itt. Lőszertartó táska, vagy ilyen doboz. Akkor figyeld, ilyen fémből készült bögre, akkor fémből készült teflon, akkor különböző, figyeld, ilyen konzervek, öcsém, ne ezeket. Figyelj, geci, mi folyik ki belőle, geci, vagy geci, ki folyik belőle, ilyenek. Akkor figyelj, ott még van ilyen különböző, ilyen kovácsolt vas, ilyen különböző szerszálok is, meg itt valamilyen ágytálak, tudod, elhányni, és a nas szaktra behányod meg. Hát figyelj, van itt valami liszt, az figyelj, ki van hajtva, geci, nem ilyen túl szar, ilyen túl gyenge, ilyen csavaros jellegű, ilyen figyelj, központi fűtés, egyszer befigyeld ezzel a KH-val, akkor figyelj, itt is ez a pisztoly lőszer, de nem tudom felvenni, mert tele vagyok vele, ott is vannak ilyen KH, meg ilyen dobozok, minden, tehát ilyen túlszor az egész környék, akkor nézzük, mi van most erre fele, most visszafogni ki a lifthez, azt megnézzük, hogy mi a rákos köszverje. Akkor figyelj, egyszer benne a liftbe, figyeld le meg, szar, na akkor nézzük meg, hogy mi a geci van még itt lent. Figyeld, lejjebb mentem, egy emettel lejjebb. Most nézzük meg a csin, hogy mi a kurva angya van itt. Figyelj, geci! Izé, hídom, geci, ott másznak az a faszok. Kurva, anyád. Ez hülye, bazd meg.
szopja faszom csontig, tudod, pöcs. Dik! He, anyám! Te vagy te pöcs, te vagy a kurva rohadt izéket, te köcsök fasz. Jöjjön át, pöcs! Hú, geci, gyász! Figyelj, geci! Ide! Több erő kell! Ide! Hú! Meg ide! Pú! Meg ide! Pú! Meg ide! Pú! Na, erre van rá gombot, öcsi! Örömbe jött a gomb. De nézd már, geci, senki sem halt meg! A kurva anyádnak, ettől már megfogsz a pöcs! De fasz, hogy elmenekünk az a vizé a kurva anyád. Hoppá, ez baszottam, mint a fasz. Na akkor figyelj, geci, mit van még itt, bazeg? Figyelj, ki majd, hogy ez tukra is lála. Na figyelj meg, geci, ide. Hiába szerintem máshol lemenni, ahhoz akarok, de nem tudok lemenni, mert egyszerűen itt csak egyetlen lehetőség van lemez erre. He! Figyelj, geci! Ne, geci! Hát állj már, te fasz! Hát, itt, tedd már, te pöcs! A szüge! Na, ide figyelj, te csak öcsi! Az nem dobban fel, csak folyik. Vigyázz, hogy kegeszi, mert ott lent egy csomó náciba azért befigyel. He! Kurva anyád! Kúsz, hogy ember, te mosok fasz! Rohadt kurva munkás, keci fasza! Húzzál, bazd meg, a csavarhúzó, az ott dolgozzál, az a megfele, bazd meg! Nem kell teket harcolgatni, egy pisztolya neked, mert kezedbe az nem való. Dig, 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 dig. Már nem pöcs. Csós, segre, kurjátom. Figyelj, mert még valaki mászkál. Na, geci, lemeg most, geci! Lemeg, bassz, hogy feljöttük idefele, bassz. Jó, geci! Figyeld! Kurva anyádba, te mocsok! Hol a másik fasz? Figyelj, geci! Gyere, geci! Pua! Csóráz a fejét! Menj már a kurva rohadt munkás úristenedbe, te fasz! Csóval befogult a csóval, volt egy ilyen kulacs is. Akkor figyelj, geci, mi van még itt lent! Figyelj, geci, most elő rántam, geci, az ultra brutál, ultra precíziós pisztolyomat! Csá, csó, pua! Tehát egy faszám, mint a másikban, az néha jobban előttem a csávók, az ez a pisztolyom, mint a másikkal. Jött a vízgec, ezt nem feltűnik, ezt ideig jött a vízgec, azt itt is ott lépt. Mi van még itt? Azért figyelj, geci, mik vannak itt, bazd meg! Anesteziológusoknak a figyelem, hegesztőberendezés, meg különböző autóvízek. Akkor figyel, csavarkulcs, befigyel, geci, a vízét, túlszar kulacs, ott is van egy csavarhúzó, lehet látni, geci, az asztal rendesen megvan töltve a túlkevés munkától, akkor figyel, ott is, geci, ki van a taszka, meg van vödör, bazd meg. Akkor figyeld, fel van csébelve, geci, erre a túlkis hengerre, túlkis cucc. Figyeld, hólapác? Nem feltűnt, hogy hólapát tud Albániában, vagy sosincs hol van, ha sügyatag van. Csulára. Na akkor figyeld, mi van még itt? Figyeld, körülnézek, ez itt éppen parkol benti valamilyen turizba, most kocsi, figyeld, menni az a parkolát, túl sok minden van, ilyen túlkis olajos lányom, ahol befigyelnek. Akkor itt is van a túlkis ládák, itt egy másik jelenlő kocsi, ez is említem, túl sok minden van, akkor szerintem menjünk ki, bazd meg. Jó, geci! Azért figyelj már, bazd meg! Hát nézzetek már, mi van itt, öcsém! Náci feliratú? A különböző piktogramok rá vannak, ha én fog egyszer az ajtófélvára? Kicsit erre eljövök, azt lehet látni, geci, hogy az innen lehullott törmelék, geci, itt megakadtak, azt itt tőle nem kezdték el más színnel elpompáztatni a különböző beton, meg itt tudom én. Figyelj, geci, eljövök, bazd meg, a szél, az komplet életveszélyben vagyok, bazd meg, nézd, figyelj, neurom, geci, így nem feltörik, kész, meghaltam. Azért figyelj már, geci, azért ez elképesztő, figyelj meg. Örgem, ilyen résznél, ott megyünk a ilyen keskeny, körülbelül egy, de maximum kettő ilyen jellegű teherautó fért el ezen az úton, jó indulattal egymás mellett. Figyelj meg, geci, a távolba, geci, megfigyelte a tenger, érted? Ott lehet látni a gyönyörű szép eget, miközben az égboltnak az alja csodálatos mértékben az kristálytiszta tengernek a elpárolgása által lett ilyen jellegű fágyos. A felgazok mindig kurvákodnak, túl kevés csillag van az égen, még amikor a felhőn keresztesekét lehet, csak az egy ilyen túlszorban megad a dolog. Itt is különböző ilyen lámpószobok vannak, amelyek ugye három fázisú váltakozó feszültséget adnak át a delta kapcsolás során. Ugye ez nagyon fontos jelenleg, ugye ezért adották meg ezt a három fázis dolgot. Egyébként pedig erről van szó. Figyelj meg, geci, végigmegyek, bazdnak ezen a túlmodern úton. Az a mindenfajta ilyen kacskaringó, mert mindenfajta ilyen lámpák befigyeltek, az a figyelj fejből, geci, errefele, figyelj, nézem, mi van, hát nem tudom. Figyelj, ör! Akkor ez. He! Pöcs! Geci! Csomi, kilógyik! Já, geci! Azért figyeljétek meg, most elő fogom menni a biogulástomat. Sem tudom, melyikkel kell. Várj csak! Egy... Várjál már! Melyik az? Ez az. Hetes.
Figyeljétek meg, öcsém, most ugye kémkedjük. Lehet látni azt, hogy szembe velem van itt egy ilyen valamilyen tuskószerűség. Lehet látni, hogy nagyon vigyázzak el a környékre, mert itt bizony ezek a nácik fel alá mászkálgatnak. Mindegyik nézi valamelyik a földön, valamelyik pedig a kiállító torony tetejéből nézi azt, hogy ki merre mászkál. Itt az egyik stukkóban meg kell majd pucolgatni, illetve a másik ami érdekesség pedig még az, hogy itt van szemben előttünk az óriási lighthouse, amelyet el kell foglalni, és utána pedig az a középső riellel kell leadni a zöld út jelzést a flottának, ami majd innen szépen fog jönni a végtelenből hozzá. Már most nézzük meg, hogy mit lehet egyébként itt elkezdeni. Megpróbálom valahogy diszkréten, hogy erre fel tudod lapakodva, tudod megnézni, hogy hogy lehet tudod ez a jellegű tevékenységet, vagy az egyszerű, milyen túlzó, nézd meg egyszerű, milyen szar, figyelj! Figyelj, geci, ott az a különböző hullámozásokban, azok ott hullámozóznak. Neki csapódik, geci, a betonnak, azt akkor ott, vagy a sziklának, azt akkor úgy csapódik fel a különböző ilyen mindenfajta vízsugár, mit tudnak, figyelj meg egyszerű, milyen durva, most egyre közelebb érkeztetek ez a támaszponthoz, a németek igen nagy erővel védelmezik. Egyébként még van valamiféle, csak itt lehet a messzeségből, hogy itt még valamiféle ilyen feljátszéként figyelhető meg, Fezsolt, anyád! He, geci! A kurva! Anyád, köcs! Azért figyelj, geci, nem feltűnő, bazd meg! Csak egyszer itt az egyik stukkó, mert ezt ott nyíltam ki. A másik pedig az, hogy még lehet látni, hogy ott a németek valamilyen lőszer cuccokkal, lőszeres anyaggal megrakodott lálákkal eltornaszolták ennek a bejáratának a valamilyen tukizgalmas lése. Na most akkor nézzük meg, hogy kicsit közelebb meg ez a részhez, hogy hogyan lehetne itt... Anyád! Hoppá! Figyeld! Lőszer, öcsi! De várjál, ez milyen néző, nézd már! Figyelj, fel meg ide! Figyeld! Azért figyelj már, geci! Azért ilyen helyről geci lőni, azért nem semmi, figyelj ki, munkát lövő központ! Te geci, bazd meg! Dig, bazd meg! Hát ez normális, ez a csávó! Mit akarsz veszük ellenem? Nézem meg, bazd meg, hogy így ilyen jellegű beton többet vagyok benne, bazd, csomó még képes egyszerűen velem felvenni a harcot. Van neked normális eszed, bazd meg? Szóval túl jó van. Akkor nézzük már meg, hogy mi van még, fiós, lövök én a stukkóról. Ezt megnézem, mi újságon még errefele. Itt lehet látni, hogy... Ó, figyeld! A kurva ez! Kecifasz! Azért figyelj már geci, milyen durva az meg. Lehet látni, hogy még a demo geci vibe-ban van a szikafalba geci ez a járat. He, figyeld! Lejj már te pörcs! Fecsolt! Hopp! Csülesed! És ez figyelj, egyszerűen milyen durva, az ember azt mondta, hogy ki a faszom fogtok bemenni ebbe az alagúrba, inkább tudom, melyek körbe. De no, fasz, egyszerűen, mert egyébként ezt máshogy nem lehet megközelíteni, csak úgy, hogy az ember az alagúrba bemegy. Azért figyelj, egyszerűen, mi vannak itt, figyelj, olajos kordú. Különböző ilyen erre a vidékre való szállításra előkészített lőszertartó láda. Azért figyelj, egyszerűen, milyen mélység van, geci, ott zubolog, ez a tenger, azt a tenger, az ott figyelj, egyszerűen, a hullámverés, amit tudom én. Akkor szóval menjünk szerintem be ebbe az alagútba, azt nézzük megfelel, hogy mi a geci van még itt, figyelj, ott van egy kémelő nyírás. És egyébként biztos, hogy kémelek, azért nem feltétlenül, hogy nem adtok a veléket. Figyelj! A kurva! Gecibe ezt a fejezet, ez állandó, hogy akkor fog kiamkodni, hogy lövök bazd meg a kurva anyját. Figyelj! Gyá, geci, azért nézd már ide, öcsém, ez elképesztő! Egy olyan jellegű kilátótorony, lighthouse, amelynek a bejárata az egy komplet alagútrendszerből nyílik ki. Na figyelj, most felmegy ide erre a csiga lépcsőn, és megnézem, mit van itt pitted itt fent kurvákolni. Valami kurvákatás már alkotó itt fent. Mi a faszom? Dik! Bocsánat! Gyá, figyeld! Elhúzom. Ajtót kinyitom. Gyá, figyelj már, bazd meg, szar! Éppen egyszer most adom meg ezt az amerikai egységeknek az útjelzőt. De figyelj meg egyszer, hogy történik, bazd meg! A csávó, geci, ott jönnek izélye fél kocsival. Na, geci, figyelj, bazd meg! Ezt kapjuk, geci, figyelj, bazd meg! Na, hol a gátban? Nincsen gátban? A kurva anyja. Bassza meg. Fél mondasz, milyen túlszor nem, hogy tudod? Gyá, figyelj, egyszer feladott a kocsit! Figyelj, csőre szállt a fula. Kurva-e! Jelent rajta, kicsi! Én, bazd meg, mint nem is tudom milyen XYZ hadnagy, nem fogom megedni azt, hogy ezek a mocskos nácik, bazd meg, elfoglalják az általam elfoglalt lighthouse-t. Na akkor nézzük, mert figyelj egyszer milyen dolog az, hogy ott adják meg egyszer a jelzést a csapatainak, hogy jöhetnek most már baszni szétszajkat a
kurva nagy tehetségek, akkor nézzük, mit kell ők csinálni. Azt mondja, hogy mit Major Rico kurva anyát faszom. Azt mondja egyébként a sávó, hogy el kell mennünk az izéhez, vagy fazonhoz, ugye mert mivel megcsináltuk ugye ezt, ezért leadtuk az a zöld útjelzést, amelynek következtében a csapataink most már lövegekre nem is kell számítani, hiszen azt múltkor megcsináltuk, azáltal be tudnak hatolni a német felhatóságú Albánia területére, anélkül, hogy bármiféle fegyveres konfliktus kéne nekik számítaniuk, hiszen alapvetően belegondoltuk ugye abba, hogy tulajdonképpen ennél a résznél mi ugye mind a löveget készítettük, mint ugye a szerszám, mint a izébe, mint a járműcentrumba is, és ugye most már gyakorlatilag ilyen jellegű fogadtatásra sem kell számítaniuk, ugye azáltal, hogy én ezeket a munkákat elvégeztem. Na most akkor nem tudom azt, hogy a fazon, hol van a kocsia, amelyet oda kéne most mennünk. Csak az a kérdés, hogy hol van a csávó. Az a baj, hogy én túl jól látom őt. Lehet, hogy esetleg volt benne? Akkor nézzük meg, az a igazság, hogy mondom, hogy kellettem már még ellenek a pályának. Bazdmeg. Nézzük meg, hogy mi a keszi van itt. De várjál, János, csak itt hol van? Errefele van, figyelsz. Azért figyelj meg egyszer, milyen dolog, az, hogy mindig kitérelbe világít. Kérlek, azok mindig kitérelbe világítanak. Szerintem mondom, erről van gyakorlatilag szó, most pedig elmegyünk a valamilyen fejhez, és megnézzük Geci, hogy merre a kurva anyjába kell majd tovább menni. Figyelj, ott van, figyelj Geci a csávó, terrautóval Geci, áttörte Geci a kaput. Csak el van? Figyelj, eljövök ide. Oké, ne ez megvan, figyelj. Gyerünk, szállj fel. Figyelj Geci, jelenleg el kell mondanom azt kedves nézőimnek, hogy az ilyen jellegű, ilyen észak-afrikai küldetések most már befejeződtek, hiszen gyakorlatilag nincsen most semmi más, lehet látni, hogy az egész komplet misszió az befejeződött. Akkor nézzük meg, olyan mégis, figyelj, object completed, has. First, nem tudom, miket egyébként, én 247, szerintem ezek az embereket, hogy kinyíltam, nem? Szerintem, vagy dehogy. Head, torzó, meg mit tudom én, figyelj, bal láb, 3.3, mi a gecibe az meg, bal kor? Mik ezek geci? Csúsz számol, hogy hány mentem a lábam, hogy mi a tököm van. De figyeld, akkor nézzük meg, hogy figyeld, következő, második küldetés, az U kötője 529-es valami. Itt jelen pillanatban az igazság, hogy most megmondom teljesen őszintén, hogy nekem fogalmam sincsen arról, hogy most milyen pálya fog következni. Nekem van egy sejtésem, azt hiszem, hogy most szerintem az a pálya fog következni, ami alapvetően volt még a múltkor, emlékeztek rá, hogy megvan nekem a Medal of Honor Alien Nassau-nak a demója. És akkor annak van egy bizonyos pályája, szerintem azt fog most jönni, de ez nem volt benne biztos. Itt egyébként megint lehet látni a tengerhattyákat, ezeket nem szeretném ugye azt is ugye elmondanám nektek még egyszer, hogy az ilyen tengerhattyák azok milyen nagyszerű jelentőségűek, hiszen 1940 és 1945 között ugye ezek a tengerhattyárok nehezítették meg az Amerikai Egyesült Államok kedvezményes fegyver adagjának Nagy-Britanniához való eljuttatását. Úgyhogy ez gyakorlatilag egy ilyen másik német találmány, ami még igencsak sok ember halált okozta a víz alatt. Úgyhogy tulajdonképpen, mert ugye nem csak arra gondolunk, hogy a II. Világháborúban ugye az ember csak a vízben halhattak meg, ugye a csatamezőn, hanem ugye ott rengeteg fajta ilyen jellegű hajók, mert minden részben megfigyelhettetik azt, hogy itt azért bizony nagyon sok fajta rendszer is kifejlesztések eljött a németek által. Ezeket azért nagyon szépen, nagyon sikeresen alkalmazták az emberi életek kihatása terén. Pedig némi tervek egyébként figyeltem, hogy ilyen műszaki vonatkozásra, az ezért kezdtem a lenyúlni szerintem, de ma meg tud tudni a magyar leírásból, mit is kell gyakorlatilag így csinálni. A későbbiekben én most részt mondom, messze nagyon már kezdem mondni ezt. Na akkor nézzük meg, hogy miről van szó. Egészen új pályáról van szó, ja, akkor most ez nem az a rész fog jön, amire én gondoltam, hanem most egy tipikusan egy ilyen havas részt fog most, tehát egy csomó havas pálya fog most elkezdődni. Akkor nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Azt mondja, hogy jelen pillanatban, figyelj, hogy ezt nézd, öcsém. Jelenleg öregem eltelt, hát egy fél év, ugyanis 1943-ban, február 12-e. És ha megnézzük, akkor ez a Kriegsmarine prototípus, ugye a marine, ugye a submarine, mint tengeralattjáró. Tehát ez a Kriegsmarine, ez lehet, hogy nem egy tengeralattjáró, hanem ez egy valamilyen járó, de nem tengeralattjáró prototípus. Ez a bizonyos Trondheim, Norvégiában lévő dolgozatokként kutatóközpont ellopni dokumentációt, hogy ez a gyakorlatilag ugye ez a bizonyos jellegű valami.
És ez neki még ugye fel meg is, hogy jelentő még az, hogy rendezvú ez a Grillóval is, ugye, aki mindig ugye segít minket a kocsiba, hogy itt hozott a múltkor, nekünk meg minket eljött a tervezetet, tehát egy csomószor, hogy meghálja azt, hogy mi a múltkor kiszabadítottuk a szépeit.